helytálltak Tolna megye rendőrei, szóbeli felvételi az Esziben. 51 aranya bölcskei borversenyen, legendák a Pannonia gőzhajó fedélzetéről, családi napot szervezett a Városi Múzeum. Önök a Telepaks keddi híradóját látják, jó estét! Kivételesre értékelte Tolna megye rendőri munkáját az Országos Rendőrfőkapitányság. A teljesítményhez a paksi egyenruhások is hozzájárultak. 2016 a migrációs válság jegyében telt. Az állomány a határon és a szekszárdi Dunahídnál is szolgálatot teljesített. Nem kiválóra, hanem még ennél is jobbra, kivételesre értékelte a paksi kapitányság rendőri munkáját az egyenruhások országos vezetése, hangzott el az immár hagyományos évértékelő állománygyűlésen a polgármesteri hivatal nagytermében. A 2016-os év a migráció jegyében telt, ezért a paksiak nem csak az illetékességi területükön, hanem a határon és a szekszárdi Dunahídnál is teljesítettek szolgálatot. Optimális jó döntés nehéz volt hozni, a legjobb döntés az volt, ha megtaláltuk, melyik a legkisebb rossz döntés, de ez mutatta azt egyébként, az eredményeket hoztuk, és hogy milyen jó csapat a paksi rendőrkapitányság. Egy példát hagyd mondjak, gyakran lehetett látni, nem csak Pakson, az egész megyében, hogy egy rendőr őrmester mellett, aki a járőrvezető, csikos autóba egy alezredes bűnügyi nyomozó volt a járőrtárs, együtt dolgoztak a kelet, és amikor a bűnügyes volt éppen a határon, akkor a járőr, vagy éppen a KMB is ment a bűnügyi helyszínre. Azt hiszem ez minősíti és kvalifikálja a paksi rendőrkapitányságot. Jól vezetett, jól szervezett, ütőképes, egységes csapat. A 2015-ös paksi évértékelőn a rendőri vezetés megfogalmazta a tavalyi célokat, így a lakossággal történő hatékonyabb kommunikáció mellett a bűn és baleset megelőzésre is nagyobb hangsúlyt fektettek. Az egyenruhások a prioritásokat maradéktalanul elvégezték, ezért minden statisztikai mutatóban előre lépett a paksi kapitányság. A település szerkezet, a lakosság összetétele biztosít egy olyan alapot, ahol jó rendőrnek lenni, ahol a lakosság bizalommal van felénk, mert elég, ha csak annyit említek, hogyha van egy ötös skála, és a paksi vagy a dunaföldvári településeket említem, mint városokat, a legnagyobb lélekszámút, több mint 4,5%-ra értékeli, akkor azt gondolom, hogy ebben az önkormányzatok, vagy az önkormányzat által képviselt lakosság bizalma is benne van. Számos köszönőlevél a konkrét intézkedéssel kapcsolatban egy vezetőnek egy jó támaszt nyújt abba az irányba, hogy a lakosság felé mi nyitottak vagyunk, mert a lakosság bizalma nélkül bármilyen erős a rendőrség és bármilyen nyitott a rendőrség, nem tudunk eredményt produkálni, tehát ha tényleg össze kell foglalnom, akkor egy nagyon jó nyitott lakosságra, egy nyitott rendőrség, egy kezdeményező rendőrség állt rendelkezésre, és az összefogás szerepe a bármely szakágon belül az nélkülözhetetlen volt. Még egyszer köszönöm a támogatást. Mindegy 260 gyerek részvételével 18 teremben zajlott az energetikai szakgimnáziumban a szóbeli felvételi. Az intézmény a következő tanévben 4 osztályt indít. A diákok gépészet, villamosipar és elektronika, informatika, környezetvédelem, közgazdaság és ügyvitel ágazatokra jelentkezhetnek. Izgatottan várakoztak a diákok az energetikai szakgimnáziumban a szóbeli felvételi előtt. A bizottság mosolya és a kisállatfigurák azonban segítettek a tanulóknak, hogy fesztelenül beszélgessenek a bizottsággal, akik elsősorban a jelentkezők érdeklődési körére voltak kíváncsiak. 259 diák jelentkezett hozzánk, és most 18 teremben folyik egy időben a felvételiztetés. Mindegyik teremben van 2 vagy 3 felnőtt tanárunk, és 1 vagy 2 diák segítő, akik természetesen nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen ők azok, akik sokkal inkább tudják oldani ennek az izgalmas napnak a hangulatát. A gimnáziumban nagyrészt paksi diákok jelentkeztek, de jellemző, hogy a város 30 kilométeres körzetéből is érkeznek a felvételire. Sokan az iskola speciális ágazatai miatt szeretnék az Esziben folytatni a tanulmányukat, de akadt olyan diák is, aki a sport lehetőség miatt választotta a paksi gimnáziumot. Az elektronika miatt, mert engem elég érdekel ez a téma, és hát ez az egyik legjobb iskola, ami hát ezzel foglalkozik. Mivel Pakson itt focizom, ezért nem lenne rossz, hogyha itt is tanulnék, és szerintem eléggé hozzá tudnék szokni ehhez az iskolához.
A szóbeli felvételi eredményéről a diákok március 10-én a gimnázium honlapján és a földszinti hirdető táblákon tájékozódhatnak. A teljes felvételi eljárás végső időpontja április 26-a. Az oktatási intézmények ekkor írásban értesítenek minden diákot arról, hogy melyik iskolában folytathatják tanulmányukat szeptembertől. Bölcske a jó bor termőhelye. Így nyilatkozott dr. Sűrű János, a bölcskei borverseny egyik szervezője a rendezvény megnyitóján. A megmérettetésre összesen 182 nedűt neveztek be a borászok, amelyek közül 51 aranyminősítést szerzett. A Szolnai borvidék északi bástyáján elhelyezkedő Bölcske és az itt élő emberek szorgos munkája tette azt lehetővé, hogy több végen égessék a gyertyájukat, még hivatásukat, a családnevelést folytatják, mellette a maradék szabadidőben tavasztól őszig a szöllőt, a veszőket gondozzák. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Tomolik János, Bölcske alpolgármestere, a település 49. borversenyét. A már hagyományos megmérettetésnek köszönhetően a környék borai egyre finomabbak, a borászok törekednek rá, hogy évről évre jobb minősítést kapjon a nedűjük. Ezen felül a környéken már kialakult a rájellemző borok fajtája. Lágyabbak, mint az országos borok, általában lágyabbak, de rendkívül jó ízűek, jól fogyaszthatók, és talán ha végignézzük az étkezési szokásainkat, mindenhova stimmelnek. Idén sok betegség támadta meg a szőlőt, ami elsősorban mennyiségi problémát okozott. A megmérettetésre így is 182 minta érkezett be, amit a grémium 20 pontos értékelési rendszerben osztályozott, amiből 51 nedű szerzett aranyminősítést. Mostanában már egyre több bormustra van, hát más borvidékeken ilyen időtájt bormustrát tartanak, és majd április-májusban a borversenyt, addig még tudnak a gazdák felkészülni. Ez a bölcskei borverseny hosszú évek óta ebben az időszakban van, de már jól értékelhető, különösen a fehérborok. A vörösborok egy kicsit nehezebben, az új, friss vörösborok, de a tavaly előtti vörösborok ilyenkor érnek a csúcsra. A versenyen végül az ófehér kategóriában Bán István vegyes fehére lett az első, az óvörösben dr. Sűrű János Cabernet Sauvignonja, a rozéban Keresztes Pál Cabernet Sauvignon rozéja, a Schillerben dr. Tóth Mihály bora, az újfehérben a Molnár Pince Sauvignon Blancja, újvörösben Bernát László Cabernet Francja, és az Otellóban Horváth Sándor vöröse kapta a legtöbb pontot. Karbantartási munkák miatt zárva tart a paksi gyógyfürdő ezen a héten. A február 27-e és március 5-e közötti időszakban a fürdőgyógyászati, valamint a gyógytorna kezelések is szünetelnek. A szakrendeléseken a betegellátás folyamatos. Rövid hírek következnek. Javaslatokat vár az önkormányzat az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerésére alapított gyermekeinkért kitüntetés idei díjazottjainak személyére. Az írásos ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat március 31-éig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. A díjat a pedagógus nap alkalmából rendezett városi ünnepségen adják át. Lakossági tájékoztatót tartanak március 2-án 16 órától a Hunyadi utca, valamint a Zrínyi utca, Ősz és Rákóczi utca közötti szakaszának felújításáról a polgármester hivatal nagytermében. A munkálatokat várhatóan március 16-án kezdik meg, és a kivitelezés július 24-éig tart. A tervek megtekinthetők a www.paks.hu oldalon a megújuló utcák menüpont alatt. Pályázatot hirdett Madocsa képviselőtestülete a településen működő civil szervezetek számára vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra. A pályázat célja a szervezetek közösség érdekében végzett közcélú tevékenységeinek támogatása. A pályázat benyújtásának határideje március 8-a 16 óra.
További információ a www.madocsa.hu oldalon érhető el. Legendák a Pannonia gőzhajó fedélzetéről, ez a címe a paksi írónő Fodor Veronika legújabb kötetének, amit a napokban mutattak be a Kincskereső gyermekkönyvtárban. Az érdeklődők a könyv szerzőjével és Simonides Kovács Hajnalkával, a könyv illusztrátorával is megismerkedhettek. A legkisebbek is kíváncsiak voltak Fodor Veronika új kötetére. A paksi származású író ifjúsági regényét a napokban mutatták be a Kincskereső gyermekkönyvtárban. A legendák a Pannonia gőzhajú fedélzetéről című kötet különlegessége, hogy egy szókincstár is helyet kapott benne, ami segíti a gyerekeket eltájékozódni az 1920-as, 30-as évek világában. Szeretem a történelmet, ugye, mint történész, és nagyon szerettem ezt a korszakot, a 20. század elejét, ezért írtam erről, illetve mivel belekerültek olyan kifejezések, amiket a mai gyerekek már nem igazán ismernek, ezért tartottam fontosnak, hogy azokat megmagyarázzuk így a fejezetek végén, így talán kedvet csinálunk a gyereknek, hogy utána nézzen esetleg az interneten, és további kutatásra buzdítsa majd ez a kis szókincstár őket. A könyv illusztrációit Simonides Kovács Hajnalka készítette akvarell technikával. A képek segítségével az olvasó egy varázslatos mesevilágba csöppenhet bele, ami a szöveg és a képi ábrázolás összhangjának köszönhető. Az ő írásai egy festmények, tehát olyan vizuális képi világot teremt, hogy nem nehéz az ő könyveit illusztrálni, vagy szövegét illusztrálni. Persze ehhez hozzátartozik, hogy valószínűleg mi kicsit hasonló beállítottságúak vagyunk, vagy hasonlóan gondolkodunk dolgokról, és nyilván ez a világ találkozik az én belső világommal, és ezért nem nehéz számomra, hogy visszaadjam azt, amit ő gondol. A könyvbemutatón tombola is volt. A résztvevők között kisorsolták Simonides Kovács Hajnalka illusztrációit, a főnyeremény pedig Fodor Veronika új könyve volt. Az eseményen az írónő dedikálta a művét, illetve a kedvenc részletét is megosztotta a hallgatósággal. Még a kávézó előtti virágszőnyeg sárgán terült el körülötte. A teraszon is minden és mindenki egyforma volt. Hasonszőrű, bajuszos férfiak, gömbölyű vagy kugliforma kemény kalapban szürcsölték a feketét. A lakoskodás, kincsvadászat és városi ismeretterjesztő túra. Ez csak néhány program azok közül, amelyekkel a múzeum várta az érdeklődőket a szombati családi napján, ami ez alkalommal a Farsang jegyében zajlott. Az egyik legélőbb hagyományunkat, ami több száz évre tekint vissza, elevenítette fel a Városi Múzeum, a farsangot. A szervezők igyekeztek az eddigiekhez hasonló, ám mégis új programokat összeállítani a családi napra. Így természetesen nem maradhatott el a kézműves foglalkozás, ami szintén a farsang köré épült. Busuhálarcot, a hagyományos medve formájú alakot, ezen kívül egy kecske formát, ami szintén a hagyományos busó maszkokat eleveníti föl, ezen kívül még farkas és róka állarcot készítettek maguknak a gyerekek, illetve a hagyományos, csak a szemet takaró félarcot eltakaró kis, inkább nőiesebb mintákat vetik igénybe, ezeket mind színezni, festeni, filcerrajzolni lehet rá. Továbbá a kisebbeknek előre nyomtatott készmaszkok is voltak. Terebesi Bence elsősorban a busuhálarcok miatt jött el a rendezvényre, amire a testvérével és egy kísérővel érkezett. Nagyon érdekli a farsang, még a mohácsi busójárás legendáját is ismeri. Mohácson volt egyszer egy török megszállás, ezért a mohácsiak úgy üzték el őket, hogy beöltöztek ilyen félelmetes állarcba. Ő is beszokott öltözni, legutóbb például királyfi volt. A rendezvényen ezen felül most a sétány fedez fel is állarcos kivitelben zajlott. A látogatók közül volt olyan, aki már nem először jár a múzeum új kiállítási terében, a paksi metszetben. Ulbert Barázs az osztályában nézett elsőként körül a tálaton, sok érdekes információt tudott meg. Azt tudtam meg, hogy vannak olyan halak, volt egy nagy hal, ami ott van mellettem, hogy az a tengerből úszott le, ide lerakni a ikráit. A családi nap délután alakoskodással folytatódott, amikor is egy medvét, valamint egy lónak az eladását játszották el. De aki akart, az még kincset is kereshetett. A löszfal tálatnál ládikákat rejtettek el, amiknek a kinyitásához egy feladatlapot kellett kitölteniük a résztvevőknek.
aki pedig minden kérdésre jól válaszolt, egy busóképet tudott kirakni a megtalált kincsekből. Csapadékos éjjelnek nézünk elébe, mindemellett a déli, majd az északnyugatira forduló szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4-8 fok között alakul. Szerdán csökken a felhőzet, majd gomoly felhős napos idő várható. Reggel még eső, napközben viszont már csak futó zápor valószínű. Az északnyugati, majd a délnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. 10 fok körül alakul a hőmérséklet. Elkezdődött az NB3-as labdarúgó bajnokság. Sportmagazinunkban Ostermayer Gábor vezetőedzővel láthatnak hosszabb beszélgetést, esélyekről, tervekről. Ezt láthatják most. Én további szép estét kívánok!